Barcsi, olyan főételt mutatok, mert van sokkal komplikáltabb, nehezebb. Nem fogunk olyanhoz, hanem ami gyorsabb megy, mert az idő érték sokkal értékesebb dolgokra lehet fordítani, úgyhogy ez egy ripsrops. Igen, de azért étel. Az is értékes, hogy mi adjunk ételt a családunknak. Hogyne? Hát az hozzá, az hozzátartozik. Batátás tejszínes csirke mellett. Nem, hogy megfordítsam, hogy tejszínes batátás nem elől a batáta. A lényeg. Azért mondom. Batátás tejszínes csirke mellett. És bombás, amit ti szedtetek ja, itt az hát erdőben. Fenyőtinoru. És ezt hogy tetted el? Tulajdonképpen sós vízben jól kidúsztoltam, és azért volt az, hogy elég sok leve volt az években. Tehát nyesten beletetted a tisztított gombát, sóslé, és csak kidúsztoltad. Így ez egy dúsztolt gomba. Itt a tálba fogom besózni, mert ez össze van keverve a só egy kis fehér borssal. Magalisza zsírt fogom melegíteni, abba át sütjük a húst, nagyon gyorsan megsül, és közben a batátát is hozzáteszünk. Ez kb. Amire... egy idő alatt el is készül. Egy idő alatt készül el, igen. Bárajaiéknál mindenbe kell méz, és valami friss magyar fűszer, no és batáta. Na, ahogy fehéredik a hús, úgy teszem hozzá a batátát. Aztán együtt hagy dolgozzanak itt a alapanyagok. Hány emberre főzünk? Marcsi. 30? Nagyon sok. És ehhez fogunk csinálni garnírumnak tócsit. Na, én ezt most nagyon ügyesen így megoldom. Kis petrezselyem, de kaphatom bele. Jó. Ezt az összes zsírt tegyem bele? Igen. Tedd bele, légy szíves a gombát, és rögtön utána bele lehet tenni a tejszínt, meg a vajkrémet. Aztán itt még rottyan egyet. Ilyenkor szoktam még esetleg, hogyha valami zöld fűszert kívánna, bele lehet tenni petrezselyem zöldet, meg ki mit szeret. Na, jöhet is majd a következő adag. De cseréljük ki ezt a két edényt, jó? És akkor jó. Könnyebben tudunk jó. szaggatni. Van a kenőkénk, van a salátánk. Éppen már nem halunk. Batátás kenyér, a batátás tejszínes, fenyőtinórus csirkemell, a tócsi, hát ez azért elég. Vagyunk. Ezt az egy adagot kisütjük és lehetünk. Igen.